Ladies and gentlemen, it's showtime! Csillagos üvegkel kérni anyjára, különböző ilyen szép számban összegyűltetek ma este. Megünnepeljük, hogy nyitva van az AlterEgo! Mélele lenne, drága szerelmeink! 100 és 100 ember írkál ezen a faszon Facebookon. Még nem kell maszk nektek, meg maszkban azért viszonylag nehéz mulatozni, hát a kollégákra felvetették a maszkot, nem pontosan értjük, hogy miért, mert mindenki be van oltva, de hát gyakorlatilag mindegy, hogy amikor vodkát isznak, vagy szoknak, úgyis nem fogják venni a maszkot ők is, úgyhogy más megoldás nincsen. Mondjuk láttam itt olyan fiút, akinek lehet, hogy jobb esélye lenne, hogyha lenne rajta maszk. Lehet, hogy a lányoknak úgyis mindegy, gyakorlatilag mégis a bodivárban vagyunk. Úgyhogy te nem baj, szerelmeim, egyelőre nem kell, egyelőre csak a személyzetnek kell. Maszk! Tudtátok-e, hogy ma van a WC világnapja? De nem nézitek a fókusz. Hát abban minden benne van, gyerekek. Milyen X-jel? A tiszta WC. A tiszta WC? Hát akkor miért ide jöttél, szerelmem, a tiszta WC? Mondjuk, aki szarnélő, de az meg is érdemli, tehát, hogy egy laza pöszentés, az bárhol jó, igaz, szerelmem? Három partján, vagy nem tudom. Még keresem a válladat, szerelmem, de nem találom. Mert meg még úgy kis hangsúlyozod ezzel, de nagyon szép jó vagy egyébként, csak nem látjuk a válladat, olyan, mint a kis, mint a kólás üveg, olyan picit. Hogy mi csodált, szerelmem? Máshol nem mered felvenni ezt a pólót? Hát állj ki magadért, szerelmem, bármi. Vagy, csodálatosan mosolyod, szívem. Hát úgyis, a muzik úgy a válladra kíváncsiak, szívem. Vagy a szádra, vagy a faszodra. Hát az, aki vagy még hátul van még egy opció, ami esetleg érdekelheti őket. Na, látok egy jóképű heteroszexuális férfit? De miért? Annyira szorítod a rankát, mint hogyha nem is tudom, én itt elszippantanánk a szellőzőn keresztül. Nem, semmi baj nem lesz. Szívem, ettől függetlenül, hogyha otthon kéne valami segítségig hármasba, akkor szóljatok nyugodtan, mert viszonylag helyes fiú vagy, így messziről. Na, meg ellenfényben, de néztelek már két is edíciósságed van, szívem, csokolla, úgyhogy. És drága arankám meg is tapsolta, hogy jósága van a pasiának. Nem láttad idáig, szívem? Dehogy ne, a körmedet vág majd le egy picit, jó? Nehogy ott megsértsünk valamit. Na! Azt mondják, hogy WC világnap van, de mondták a fókuszban, hogy még a férfiak világnapja is van, de hogy miért rád néz a kezükben, azt nem tudok, szívem.
amikor férfiakról van. Jó, pöcsöd van, ennyiből férfi vagy te is, ez kétségtelen, meg én is. Szeretnéd kikérni magadnak? Hát anyának bizonyítékkel nem ígéret, olyan vagyok, mint az Old Spice, úgyhogy ma hajnában megkursz, buzi. Na! Én ilyen délutáni szexanya vagyok, én hajnalban már kurvára álmos vagyok, én már idős bácsi vagyok, úgyhogy esetleg délután ilyen 4:30 között ráérek volna. Siposik a gumivalatom. Na, úgyhogy nem, csak magadat voltunk. Mikor vetted ki utoljára? Egy órán. Akkor holnapig tartottasd meg magad, jó szerelmem a puszik. De az nem baj, mert én is délután, tehát hogy az akkor pont fintek vagyunk. Na, hát ez nem érdekelt senkit, de nem baj szerelmem, én jól szeretem mondani. Van itt 3 darab születésnaposunk is, nem tudom... Buta februárról, hát nem ezzel, hanem valamikor hajdalában, talában februárban. Várom a színpadra azokat, akinek hoztak a barátai ajándékot. Norbert, Péter és Liza. Már ezt itt az AlterEgo-ba sosa lehet tudni. Norbert, Péter és Liza. Te még vagy szerelmem? Ő a Péter. Na, ő a... Akkor te vagy a Liza. A kislánya Liza, csókollak, szerelmem, Lizácskám. Várjál, kérjük a kislányát, mert annyira meg vagy, gyere erre, csillag, ide. Annyira meg vagy illetődve, szerelmem, gyere, semmi kárt nem veszünk belé, benned. Ez nem egy olyan hely. Nézzek, hogy hogy örülnek a barátnőit, hogy születésnapon van, tessék. Na, vagy itt először, szívám? Igen. Ha jó, kibasztak veled, látod, rögtön elsőre idehozták, és már is itt a vén öreg kurva és baszogat, de nem foglak bántani szerelmemet, szeretjük a lányokat, főleg amelyik megveszi a jegyét. Na, mit kell róla tudnunk, Lizácska drága, ez ilyen rókatündér, az egy ilyen ócska poén, úgyhogy nem is jutam el. Mivel foglak... Tudod, miről beszélni? Ja, ő tudja. Szóval, mivel foglalkozol, amikor nem mi nálunk mulatozol a születésnapodon? Én egy fotóügynökségnél dolgozom. Fotóügynökség? De inkább menedzserként, szóval... Ebből a menedzsert értettem, hogy előtte még mondtál? Account manager. Azt én nem tudom, a fotózásról voltam, ahol a fiúknak ekkora fassa volt, azt nem tudom, hogy hívják, de az nem ilyen, már hogy nem engem fotóztak nyilván, de ugye ez mi a szerelem? Mondjuk meg, ki az, aki tudja, hogy mi az az account manager? Mint egy 4 tudják a házban, mondjuk el többieknek. Jaj, én mindjárt meghalok. Jézus Mária, mert akkor nem mond, ha meghalsz szerelmem, akkor semmiképpen el nem mond. De annyira ijesztő vagyok, vagy hogy mi? A szituáció, vagy vakítanak a lámpák? Mert nem mersz így előre nézni, szégyenletben fölrakják a YouTube-ra a barátnőid azért. Úgyhogy, de nem elég, ha az anyjának átkülditek Viberen, úgyhogy hogy Lizácska olbulizik a szüli napján. Van pasit szerelmem? Nincs. Na hát akkor meg jó helyen vagy, szíve, mit se lesz, úgyhogy akkor teljesen jó helyen. De figyelj! Arra nagyon vigyázz, hogy akkor visszahozza valakit, nézlek, hogy van-e Ádám csutkája, jó szívem? Mert ha van, akkor hiába néz ki úgy, mint ahogy te mégse az. Na! Hány éves lett, mert csak tényleg még kihagynak, hány éves lett értem a... 27. 27 éves! Olyan mondta, mint a 67 éves, drága Liza. Hozzok neked mindjárt ajándékot, csak megkérdezem a fiókat is ezekre a dolgokról, addig egy kis relax. Na, drága szerelmem, melyik volt? Már az előbb lelizáztalak, de melyik volt a szívem? Gondolom a Norbert. A Norbert csillagja anyának, nagyon klasszabb, de mivel foglalkozol, amikor eljutnak a barátai? De neked is nőksikoltoznak? Ez miért vagy? Te rendes buzi fiú vagy. De nem. Ja igen, de. Szóval mivel foglalkozol, Petike, amikor nem nálunk vagy? Norbert, de... Hát azt hiszem, hogy én ránéztem erre a kurva papírra is, de hát ennyi elnyom valahogy kis minkelem rögtön nővé változok. Igen? Ez így van. Folytozom. Pulta, na hova menjünk?
botrányt csinálni. Sehova. Az AlterEgo-ba. Na jó, mert szeremettél ilyen kis titkos illanka, ezt még így szoktuk mondani, de tudja, akkor legek senki? Hogy? Hát, hogy mi van? hogy itt ünnepelsz? Dehogy nem. Na jó, van akkor. Te hány éves lettél, babám? Ó, 32. Ó, 32 éves lett! Gyerekkel harrák, szüvelt a gyerek kicsit beljebb, hogy benne legyetek a fókuszban, már hogy nem abban a fókuszban, hanem a kamera a fókuszában. Hát mi már nem először ünnepeljük a szülinapodat, ugye Csilla? Ja. Mert hogy te vagy a Norbert. Ezek szerint tizenásos alapod, ő a Norbert. Te mivel foglalkozik? Nem állt. Hát most már úgy érek Péter, ez melyik akkor? Szemveges, te okos vagy, ez melyik? Ő a Péter, tényleg ő a Péter? Akkor te vagy a momentumos? Mert a... Na mindegy. Jó, igen. Szóval, te fodrász vagy, ugye szerelmem? Jól emlékszem? Nem. Árulj, nem, mivel foglalkozol, amikor nem. Mi nálunk vagy? Telekom. Telekom? Hát annyira nem örültek neki, hogy a Telekomnál dolgozott. Azért nem mutat, hogy a faszom Telekomnak milyen vétele van itt a sarokban. Egy méterre a föld alatt, bazd meg. A reklámba, a csomolóban tetejéről FaceTime-olnak, bazd meg. Én meg egy méterre a föld alatt nem tudok egy kibaszott Viber üzenetet elküldeni. Hello Telekom csomolnak. Úgyhogy lehet, hogy... Petimov, kevesebb reklám és több szolgáltatás. Igen, na, Telekom, nézd meg, még beismeri mondani, hogy Telekom. Na, de nem baj, szerelmem, 21 éve jött a Telekomnál, és szarnak rám, jó magasról. Pedig hát nem tudom, hogy Platina Gamer Diamond ügyfél vagyok, minden, amit akarsz. De hány éves lettél, Csilla? 33. Ő meg 33 énekelünk szépen hangosan, és itt meg a magány segíteni kihozni az ajándékot. Fölírtam egy témét kap, úgyhogy nem fogjuk összekeverni. Legalább szépen magyarul énekelünk, ez fontos. És boldog ezzel a pesgővel, amikor ki... Ne, baba, ott látom a seggel. Na, leges szerelmeit parancsoljatok, eljöttek a felhődőnnel, tapsok kérdőszerűen! Kívánunk mindenkinek nagyon boldog születésnapot! Édes Krizám, legközelebb a családot is mondtad, jó szívemnek! Látom, nagyon jól érzed magad, ellazultál, buli van. És a barátnőit látod, ők a barátnőit, ők hoztak ide, nem én voltam, nem én ittam vizet. Na, szerelmeim, nincs hagy sátor, itt előre belecsapunk a vasta, nektek fel transzugró csoportnak, nevű Misrába. Elsőként a színpadon egy felhívás következik a Pitbull tenyésztők ajánlásával. Odafigyelj, miről beszélek, a Pitbull tenyésztők ajánlásával, hiszen a dal címe az, hogy tép szép, és a színpadon Zsizel!